nem csak mi, az egész város, Kozám Isten kiböjtölte ezt a benzinkutat, már nagyon ránk fért, nagyon megérdemeltük. Én azt gondolom, hogy nálam a lakosok még jobban örülnek, és az autósok. 42. benzinkútját nyitotta meg a Mobil Petrol. A teljes egészében magyar tulajdonú hálózat Kozár Mislenyhez 9 éve tervezte az új benzinkút kiépítését. A szervezési és kivitelezési előkészületek után a kút hiánypótló beruházásként szerepel a város életében. Itt a környéken talán ez az egy, ami szerintem hiányzott a szolgáltatások körében, és talán sikerült a tulajdonosokat is meggyőzni arról, hogy jó forgalmú lesz, és ezért épült meg ez a benzinkút. Amit várunk ettől a benzinkúttól, a vevők maximális megelégedettségét, amibe az ár, a minőség és a kiszolgálás, ami fogja adni a fő dominanciát. Gondolkodtunk már mi is esetleg abba, hogy élelmiszeres benzinkútat kialakítsunk, de itt is még mindig a vendéglátásra fogjuk a hangsúlyt kihelyezni, annak a közönségnek, annak az autós közönségnek, aki siet, és igazából megéhezik, megszomjazik és inni akarna egy jó kávét. Kozár Mislenyben a beruházás a környékbeli lakókat érinti leginkább. A helyiekkel a város polgármestere több ízben egyeztetett, a felmerülő problémákkal kapcsolatban megoldás is született. A tujasort, amely a kiszolgáló egységet a várostól elválasztja, már ki is telepítették. Élő tujasorral lesz elválasztva ennek az üzemelése a lakóházaktól, ez teljesülni fog. Most végülis az lett a döntés, és a kertészek, a szakemberek azt javasolták, hogy ne konténeres tujákat helyezzenek el, mert az 2 évig nem fog nőni semmit, míg megtalálja a helyét a növény. A szakemberek azt mondták nekünk, és le is írták szakvéleményben, hogy inkább kisebb, de szabad gyökeres növény legyen telepítve, és ez történt meg, ezért látjuk azt, hogy kisebb növények kerültek kihelyezésre, de ezek már jövőre 1,5 métert is fognak nőni, megígérték, hogy folyamatosan öntözni fogják, és el lesz választva a lakóvezettől megfelelően.